Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét. A hepatitis C ma már gyógyítható, erről is szót ejtünk itt a mai közéleti magazinba, és hát nagyon sok Fehérvárról induló kezdeményezésről és programról is beszélgettünk a köztér vendége, dr. Gerbain Judit, valamint dr. Gógl Árpád. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük a meghívást, és örülök, hogy itt lehetünk. Köszönöm. Ugye hepatitis C kapcsán már többször beszélgettünk itt önökkel ebben a stúdióban, hiszen Fehérvárhoz számos mintaprogram és számos kezdeményezés csatlakozik. Egy kicsit tekintsünk vissza a múltba, hiszen fontos állomás, én azt gondolom az, hogy hepatitis C központ lett Székesfehérvár. 1989-ben fedezték fel a most hepatitis C-nek nevezett kórokozót. Addig azt tudtuk csak, hogy vérrel, transzfúzió után, szervtranszplantáció után, véres műtétek után, olyan kb. 6 héttel megjelent a beteg, és hepatitisze, májgyulladása volt, de nem volt kimutatható kórokozó az akkori laboratóriumi diagnosztikával. 89-ben a japánok fedezték fel ezt a vírust, és 92 nyarán Magyarországon is befogadásra került, mint a diagnosztika, mint a terápia. Ennek azért hadd mondjam el, zászlóvivője miniszter úr, aki a gasztroenterológiai társaságnak akkor a hepatológiai szekciónak az elnöke volt, és még az infektológiai társaság részéről Telegdi László kollega, azóta ő már meghalt. Ők voltak ketten, akik kiárták azt, hogy ezt a nagyon-nagyon drága gyógyszert, amit nyugaton már egy éve kezdtek el körülbelül, tehát majdnem időben rendben voltunk, befogadta a, hát ezt majd miniszter mondja, hogy szépen sose tudom, hogy akkor TB vagy minek hívták, és így a betegek ingyenesen hozzájutottak, természetesen bizonyos feltételek, kivizsgálás, meg kellett felelni minden beteg, és így kezdődött meg Székesfehérváron. A diagnosztikához meg annyit, hogy nem volt diagnosztikája Magyarországon, egyetemeken se, megyei kórházakban sehol, és nálunk volt egy laboratórium, ami mindent megtett, amit a rutin laboratórium nem, és hát akkor szintén, akkor még ugye főorvos úr, mint osztályvezető mondta, hogy hát akkor csináljuk meg a diagnosztikát, és így Székesfehérváron kezeltük is a betegeket, elkezdtük kezelni, és lett diagnosztika is. Miért volt fontos ez a két kezdőlépés, amit az előbb főorvos asszony is említett? Hát mindig fontos, hogy a betegeket meggyógyítsuk. Ha ebben még egy kicsit az egészségügynek szerepe is van, már oki szerepe, hiszen addig nem ismertük, és ismeretlenül kezeltünk vérrel, vérkészítménnyel. Hát tulajdonképpen az egyszer használatos eszközök előtt a sterilizált eszközök szennyezettsége is szerepet kaphatott ebbe, tehát egy picit iatrogénia, azaz gyógyításhoz kapcsolódó megbetegedés volt a hepatitisnek az a két formája, amit korábban, tehát sokkal előbb szerogén hepatitisnek mondtuk, mert az azért már tudott volt, hogy vérrel, vérkészítménnyel terjedő dologról van szó. És hát, ugye Semmelweis év van most, Semmelweis kötődik Fehérvárra, hiszen van egy emléktábla itt a gimnáziumban, és ha visszaemlékszünk, az volt az első ilyen, ahol a beavatkozó orvos vagy bába vitte át a fertőzést, hát itt az eszköz és az eszköz, szennyezett eszköz vagy szennyezett vér vitte át. Tehát ez egy különleges kötelezettséget is ró egészségügyi személyzetre, orvosokra. És hát mivel volt lehetőség, hát a lehetőséget meg kell ragadni. És azt gondolom, hogy jó széllel indultunk el, mert a lépések, amik következtek, és ahova eljutottunk máig, hát mindvégig ott tudtunk lenni. Hát ehhez kellett egy olyan ambíciózus laboratórium vezető, mint amilyen Gerbain tanárnő, mert lehetőséget és javaslatot sokan kapnak, de hogy élnek-e vele, azért az különleges adottság. Többször beszélgettünk még főorvos asszonya arról,
talán a 2000-es évek elején, hogy hogyan, mit lehet tenni, hogy ismerik fel a betegséget, és hát nagyon-nagyon sok időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy mondjuk itt legyünk 2018-ban, és azt tudjuk mondani, hogy a hepatitis C ma már gyógyítható, hiszen a legelső beszélgetéseink interjúink alkalmában erről még szó nem volt. Az 92-91-ben már megtudtuk, hogy ez egy vérútján fertőző kórokozó vírus, és 93-92-ben is elkezdte már a vérellátó, de 93-ban országosan egységessé vált, hogy minden vérkészítményt szűrtek. Tehát a transzfúzióval és különböző, például genetikailag vérzékenységben szenvedő ünnep, hemofiliások vérkészítményeket kaptak, ezeket elkezdték szűrni, és a véradókat, a donorokat. És innentől kezdve ez a nagy fertőző forrás, amit a transzfúzió és a vérkészítmények jelentettek, ez minimalizálódott. Gyakorlatilag kötelező szűrés egyedül a donoroknál volt idáig, és ha valakinek a májenzimei magasak voltak, hát akkor javasoltuk egy úgynevezett könnyen kivitelezhető, nem drága laboratóriumi eljárást, ez egy ellenanyag vizsgálat, ami valóban rutin eljárás, és ha az pozitív volt, akkor kerültek be a májcentrumokba. Kezdetben volt 7 májcentrum, jelenleg van 37 Magyarországon, mindenütt azonos kivizsgálás és azonos terápia történik, tehát van egy magyarországi protokoll, kötelező protokoll terápiára és diagnosztikára, és így végezzük, és meg kell mondanom, hogy valami szenzációsan lelkes és rendezett és hajtós csapat az egész országban. Tehát nem is tudom, hogy van-e ennyire rendezett betegség, amelyet így kezelnek és diagnosztizálnak, mint a vírus hepatitiszt, és hát most a C-hepatitiszről beszélünk igazából. Tehát ez elindult minden évben, terápiás bizottság lett, aki engedélyezte a gyógyszereket, utána központilag ennek az anyagi hátterét engedélyezték, és a betegek elkerültek a különböző májcentrumokba, és ott azonos protokoll szerint, amit minden évben azóta is megújítunk, átírjuk a nemzetközi javaslatok alapján, és a magyarországi lehetőségeket figyelembe véve, és így kezeljük a betegeket. Először még akkor ennyit mondanák, kezdődött az úgynevezett interferon, egy injekciós készítmény, heti 3-szor, hát azzal 10% volt körülbelül a gyógyítás. Aztán mellé jött egy tablettás készítmény, ez már akkor jobb volt, egy olyan 35%, és utána ezek az interferon nevű injekciónak egy tartós formáját állították elő, két nagy gyógyszercég a világon, és akkor csak heti egyszer adta magának a beteg az injekciót, naponta szedett mellé tablettát, és ezzel olyan 50-52%-ot értünk el a magyar betegeknél, akiknek olyan mindent egybé genotípusa van főleg, és akkor itt megálltunk. És aztán a 12-13-ba jött egy úgynevezett első generációs tablettás készítmény, de az még interferonnal együtt, és 15-be került be a tablettával, csak tablettát szedve, 12 hét alatt szájon át alkalmazott direkt antivirális tabletták, amelyeknek viszont most már olyan a hatásfoka, hogy hát 98%-ot nyugodtan mondhatunk, azt mondjuk, hogy közel 100%-ban meggyógyulnak a betegek, tehát ezt emelném ki belőle, hogy szájon át szedi a beteg tablettát, van akinek csak 8 hétig kell szedni, max 12 hétig, ingyen kapja a beteg, tehát költségtérítés nélkül. Ennek hatalmas költsége van, de ezt az állam fedezi, tehát a beteg semmit nem fizet érte, csak a gyógyszertárba elmegy fölvenni a nevére szóló gyógyszert, és 4 hetente be kell jönni egy kontrollra, és a diagnosztikát pedig 2008-ig Fehérvár biztosította, 2008-ban még belépett Budapesten a Szent László Kórház és 2014-ben a transzplantációs klinika, tehát ez a három labor fedi le a magyarországi összes C-s
hepatitis C-s kezelés alá került betegnek az egységes diagnosztikáját, és gyakorlatilag ezzel megoldódott a diagnosztika, megjött a terápia, tehát megvan a gyógyszer, és hát most a következő nagy kérdés és feladat a betegeknek a felderítése, meg a megtalálása. Nehéz egyébként ez a betegek felderítése? Hát azt hiszem, hogy közepes az a jó megfogalmazás, de visszatérnék még oda, hogy ugye két vérrel terjedő májgyulladás van, és egy picit azért térjünk a B-re is vissza, mert az ellen van oltás. Ugye mindig fel szokott merülni, hogy előzzük meg, hát ne kapják meg, vagy legyen olyan a szervezetük, hogy ne tudják megkapni. Most a C-hepatitis ellen nincs védőoltás, ebből adódik, hogy itt a betegek felkutatása, kiiktatása és a fertőző lánc megállítása lehet a cél. A fejlődésbe itt elhangzott a transzplantációs intézet laboratóriuma, ami most már a három laboratórium egyike. Ez nem véletlen, mert a C-hepatitisnek a végső fázisában májrák alakul ki, és a májátültetések nagy hányada van, ahol a nagyobb hányada az éppen a vírus hátterű daganat kialakulás. Na most ebből, és ha végig gondoljuk ennek a költségét és lehetőségét, akkor világos, hogy az egészségügyi rendszer az megpróbálja ezt gyógyítani még abban a fázisban, amikor nincsen daganat, hiszen egy nagyon költséges, hosszú folyamatot tud így megelőzni. Ez volt talán az egyik ok, túl azon, hogy egy nagyon szervezett rendszer adta a javaslatát az egészségpolitikának és a finanszírozóknak. Nagyon nehéz egy logikusan felépített rendszerre nemet mondani. Annak ellenére, hogy a források ugye szűkösek, de lehet hangsúlyt adni, mint egy jó hangversenyen, ugye, hogy a kamramester hova teszi a hangsúlyt, az rajta múlik. Hát itt szerencsénk volt, mert mindig olyan partnereket kaptunk, akik segítették a baj megállapítást is, a gyógyítást is. Hatalmas költségként indult, hát amikor elindult ez a gyakorlatilag 100%-ban gyógyuláshoz vezető kezelés, akkor ez 10 millió fölött volt betegenként a baj megállapítás és a kezelés is. Ugye hát ahogy fejlődött a piacot, szerezték piacbővült, egyre lejjebb ment, és most az utolsó időszakban már 2 millió forint alá került az egy betegre jutó költség. Ebből adódik, hogy az a pénz, amit erre szántak, sokkal többre, tehát 5-ször, 6-ször, 8-ször több betegre elég. És hát akkor utolértük magunkat, hiszen ez a 35 centrum nagyon jól dolgozott, a bizottság nagyon jósolta be. Volt ebben egy nagyon nagy ellentmondás az eddigi fázisban, mert ugye a célszerű az lenne, hogy ha valaki megbetegszik, hát ritkán, ugye az akut szakaszban ritkán kerül úgy diagnosztizálása, de nagyon korai stádiumban kéne meggyógyítani, mert akkor az egész többi lépés elmarad. De hát amikor nagyon sok volt a költség, nagyon sok volt a beteg, akkor hát a súlyosabb betegek kapták a kezelést, és ez olyan furcsa. Aztán egyre lejjebb, ma lassan oda jutottunk, hogy a külön keret, amit biztosítunk. Gyakorlatilag nincs várólista, ugye a várólista az egy ilyen misztikus valami. Hát itt jön, aztán az a lépés, amit a Gerben Fürst az előbb mondott, hogy hát ha utolítak, akkor lassan keresni kell a betegeket, hogy gyógyítassuk. Ugye elhangzott az, hogy nincs védőoltás, tehát a megelőzés ilyen szempontból itt védőoltással nem lehetséges. Kiknek érdemes odafigyelni, milyen rizikófaktorok vagy kockázati tényezők vannak? Mindenképpen ezt a cikkekben, előadásokban, továbbképzésen ezt hirdeti minden hepatológus kollega,
hogy ahol a betegnél egy enyhe májenzim emelkedés is előfordul. Akkor is, hogyha fölmerül, hogy túlsúlyos zsírmája van, vagy egyéb epeköve, akkor is egyetlen egyszer tegyék meg, hogy elküldik hepatitis B-C szerológiai vizsgálatra, azt meg lehet csináltatni, tehát nem nagy költség. És tehát mindenki, aki ilyen tünet, szinte tünetmentesen hordozza, évtizedekig tünetmentesek tudnak a betegek lenni tőle, de közben azért a májuk romlik, és átalakul máj zsugorodása, máj cirrózisa, találjuk meg időbe, tehát a családorvosok és bármilyen szakterületről, hogyha találkoznak egy olyan betegek, akinek a májenzimei nem teljesen pitpat, vagy az anamnézisében régi transzfúzió szerepel, ha a családban utólag kiderül, hogy nagyon korán meghalt például az édesanyja májrákba, és kiderül, hogy esetleg az ő születésekor az anyuka egy C-hepatitis hordozó, tehát vírushordozó volt, hiszen a babára is egy olyan 3-5%-ban van esélye az újszülöttnek, hogy megkapja. Igen. Vannak kiemelt rizikócsoportok, ilyen az egészségügyi dolgozók, illetve a véres beavatkozásokat végzők, de ezt majd akkor meghagyjuk Nézter úrnak az egészségügyi dolgozók témáját. Minden olyan helyen végzett, nem nagyon-nagyon nagy higiénés feltételek mellett végzett tetoválás, testékszerek, piercing, egy nagy rizikófaktor, és hát így fogalmazzál meg, hogy 93 előtt a vérkészítmények voltak. Azóta a legnagyobb föltörekvő csoport a pozitívakban az az intravénás kábítószer használók. Tehát a nyugati és a gazdagabb világban a vénás kábítószer élvezők között van a legmagasabb C-hepatitis fertőzöttekrek a száma. Van csoportokat is szűrünk, például börtönökben lévők tartósabban börtönben lakókat, mert közülük nagyon magas a kábítószer használók megelőző életébe kábítószer használók, és nagyon magas a börtönöknek a C-hepatitis fertőzöttsége. Na most ők szabadulnak, hát akkor viszik ki. Tehát van egy ilyen igény, hogy amíg bent még elítéltek, addig gyógyítsuk meg. Úgyhogy ez egy másik szintén. Tehát vannak kiemelt rizikócsoportjaink, így a terheseket jó lenne szűrni, és hát a nagy csoport még akkor az átadom az egészségügyi dolgozók. Az egészségügyi dolgozók szűrése. Hát azt gondolom, hogy itt a kockázat az adott, hát ugye betegekkel dolgoznak, vérrel dolgoznak, sérülések, sok minden előfordulhat. Ezért úgy becslik a világba, hogy kétszerese a előfordulása a normál populációhoz képest. Hát itt erkölcsi kötelességünk is van, mert ha jól meggondoljuk, ez foglalkozási betegség csoportba is sorolható, ha nagyon szélsőségesek vagyunk, és ezért gondoltuk azt, hogy ha már nincs várólista, és lassan ledolgozva mindenki be tud kerülni, akkor keressük meg azokat a csoportokat. Hát itt a Judit elmondta a börtönt, a kábítószeret, az egyebeket, prostituáltakat, homoszexuálisokat. Aztán van egy új szempont, ugye a nagy migráns mozgás, ez egy külön szakmai gond, mert itt megjelenhetnek más vírusok. Is, nem csak a más betegségek is, az egy de magában a vírus hepatitiseknél ugye egy földrajzi területre jellemző az ott előforduló vírusnak. Itt más víruscsoportok is bekerülhetnek, szóval van teendő, de a döntő az, hogy tárjuk föl azt, aki beteg. Ez annál is inkább szükséges az egészségügyieknél, mert hiszen ha valaki vírushordozó,
akkor hát az bizonyos szakmacsoportokba nem végezheti a munkáját, hiszen kockázatot jelenthet, bár ezt hangsúlyozottan kell mondani, hogy közvetlen átterjedésre szinte csak anekdotikus adatok vannak, de a magyar szabályozás az előírja, hogy aki testüregi véres tétet csinál, ott nem lehet pozitív. Na most, mivel 4 hét alatt most már meggyógyíthatjuk, ezért itt a rendelet, ami azt hiszem gyakorlatilag megszületett. Ez most azt jelenti, hogyha valaki pozitív, elkezdték kezelni, 4 hét után visszaállhat. Tehát munkába. Tulajdonképpen megszűnik az a hatalmas félelem, ugye, hogy fogorvos nem praktizálhat sebésztem. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez túl leszünk, de ez még mind kevés, tehát még mindig mást is ki kell találnunk ahhoz, hogy föltárjuk a betegeket. Most van spontán jelentkezés, mert ha ezt a tévéműsort megnézi majd valaki. És lelkesen vagy a éves ilyen kitelepülő szűrése, vagy a fogadása, vagy jelentkezik. Ugye az AIDS-nek volt egy ilyen szűrés, hogy elmentek véradónak, mert akkor ott leszűrték többek között erre. És én azt hiszem, hogy ezt szervezetté is lehet tenni. Vannak kezdeményezések már, hogy C-vírusmentes szakmacsoportok, C-vírusmentes egyetem. Hát mi szeretnénk, ha Fehérvár lenne C-vírusmentes. Lehet egy ilyen C-vírusmentes Fehérvár? Például, igen, nyitunk, csinálunk egy zászlót, végigmegyünk, hogy legyen C-vírusmentes város Székesfehérvár. Jövőre úgyis eugarisztikus kongresszus lesz, hát ha ez a átalakulás valami megvilágosítja az embereket. Tehát ilyen mozgalmakat, mert már finanszírozható, kifizethető, és a beteg, a családja, a környezet, mindenki megkímélődik egy tortúrától, költségtől, egyebet. Könnyű egyébként megszólítani mondjuk a lakosságot, hiszen tényleg rendszeresen kampányszerűen a különböző világnapok, akciónapok kapcsán mindig szervez a laboratórium ilyen szűrést. Nem könnyű. Tehát Lecsó fesztivált könnyebb csinálni. Ennek ellenére megint, és itt elmondanám reklámként, június 11-től 14-ig megint a molekuláris diagnosztikai laboratóriumban bent a Szent György Kórházba bárki bejöhet, ingyen egy új vegyszúrásból. Nem is fáj, tényleg kipróbáltam, én is tetszettem. Új vegyszúrással megnézzük az ellenanyagát, ez C ellenanyagról, most csak C-ről beszélünk. Most éppen születőben van egy ilyen egyesség az Országos Vérellátó Intézettel, amit nagyon nagy sikert remélek, hogy az 92-3-tól kiszűrt ellenanyag pozitív donorok, akik kaptak akkor egy papírt, hogy jelentkezzen, mert valami életét, egészségét károsító anyag gyanúja, illetve fertőzés gyanúja merült fel, nem volt soha beleírva az, hogy mi. Most az ottani igazgatás hozzájárult ahhoz, első körben én Fehérvárt kértem, hogy küldenek egy levelet, náluk nyilvántartásban vannak, akiket azóta kiszűrtek, és ezzel ki is tiltják őket a vérrelát, tehát többet nem jelentkezhetnek véradónak, hogy hívják már be őket, és ezt mi fölvállaljuk, úgyhogy a hepatológia szakrendelésünkre az asszisztensek telefonja meg van adva, fölhívnak bennünket, és mindenkit megszűrünk, ha pozitív, akkor pedig rögtön csináljuk tovább a vírusvizsgálatot, a májtömötség vizsgálat is, nem kell májbiopsziát csinálni, ultrahanggal meg tudjuk nézni, elegánsan, gyorsan, minden fájdalom nélkül, és ezt most kezdjük el, a vérellátó elvállalta, fölvállalta, hogy kiküldi a megyébe ezeknek a donoroknak. Remélem, hogy sokan fognak ezzel jelentkezni. Megy még a kórházszűrésünk, amit másfél éve a kórházigazgatás támogatott maximálisan, és hát azt várjuk, hogyha az egészségügyi dolgozóknak mondjam azt, hogy talán nagy presszióval, nem kötelezővé, de mégis kötelezővé kellene tenni, az új dolgozókat már a kórház leszűri C-vírusra, hogy akkor az összes egészségügyi dolgozót
És hát gyakorlatilag az országban nagyon sok helyen indul különböző időpontokban szűrés, kampányszűrések vannak. Ingyen, tehát csak annyit kell megtenni az érdeklődőnek, mert lehet, hogy semmiféle panasz, hogy csak éppen szeretné magát erre, mint egy koleszterin szűrésre leszületni, hogy menjenek el egy ilyen szűrésre, szűrővizsgálatra. Hát sőt, hogy azt itt említették mind a ketten, főorvos asszony is és a miniszter úr is, ez egy olyan betegség, ami tényleg tünetmentes, és talán minél hamarabb elkapják, annál gyorsabban, hatékonyabban, egyszerűbben lehet gyógyítani, nem? Igen, de szóval az egészségügyet néha divat szidni, pedig 21. század rengeteg lehetőséget ad. Hát az öregebbek még visszaemlékeznek arra, hogy egy daganat, ugye itt a májrákról beszélhetünk, hogy májrák kimondása az halálos ítélet volt. Ma jó része egyensúlyba hozható, operálható, gyógyítható, megelőzhető, és nem csak ez, hanem van más vírus eredetű betegség, ami daganatba torkolik. Hát ott van a oltással védhető, most nem a B hepatitis mondom, hanem a papilloma vírus, ugye a herpes vírus csoport, méhnyakrák megelőzése, kötelező oltással, tehát nagy lehetőségek vannak, úgyhogy a lakosságnak a egészségtudatossága az nagyon fontos lenne, mert ami megelőzhető, szűrhető, igénybe kell venni, és akkor nem végső állapotba futunk kétségbe esve mindenhova, hanem tervszerűen, rendezetten megelőzzük. Úgyhogy jó lenne egy egészségtudatos Székesfehérvár. Hát ezen azt hiszem, ehhez annyit teszek, az, mivel van gyógyszer, és megkaphatja rövid időn belül a nagyon kellemesen adható mellékhatást, szinte nem is okozó tablettás készítmény. Tehát érdemes jelentkezni, mert tudjuk gyógyítani. És ehhez beutaló sem kell, hogyha jól emlékszem, ezekre a szűrésekre, csak be kell menni ott a C-épületben található. Begy, ez a C-épületében található. Ezért is nevezték C-épületben. Ezt még lesz meséltek. Ez aranyos. Most akkor ezt is megtudtuk legalább. Nos, én azt hiszem, hogy fogunk még erről a témáról beszélgetni, illetve a további lépésekről, és hát kívánom, hogy minél hamarabb HCV-mentes legyen Székesfehérvár. Köszönjük. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Nézőinek pedig megköszönöm a figyelmüket, köztérrel legközelebb egy hét múlva jövő héten pénteken 19:30-tól számítok majd a figyelmükre, viszontlátásra, kellemes időtöltést.